Senki semmit nem tud. Nagyon sok ilyen ügy van, de amivel kapcsolatban pontosan elmondható ez, az a legutóbbi úgynevezett kémkedési ügy, illetve az abban hozott ítélet, amelyben elsőfokon elítélték például Szévesi Györgyöt is, a Gyurcsány kormány volt titokminiszterét. És aki meg tud róla valamit, az meg nem beszélhet, mert hogy az egész ügy 80 évre titkosítva van. Ehhez képest most az ellenzéki reakciókra hivatkozva a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását kezdeményezi Kocsis Máté és még két fideszes parlamenti képviselő. Az ember persze azt mondaná, hogy normális esetben akkor van esély arra, hogy kiderüljön az igazság, de hát normális esetben vagyunk-e? Ez az első kérdés a vonal túlsó végén. Itt van Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Szóval valahogy meg kellene fejtenünk, hogy most akkor mi történt. Az nem igaz, hogy senki nem tud semmit. Nyilvánvalóan az eljárás alá vontak, és ügyvédeik azok nagyon sok mindent tudnak. Uh-huh. Nem tudják, hogy mi van mondjuk a bírónak a fejében. Azt hiszem, hogy elég nagy keszekuszáság, és azt nehéz is kideríteni. De mondjuk azért vannak olyanok, ezek közé sorolom én is önmagamat, akik viszonylag sokat tudnak, és ezen ítéletet követően nem hajlandók eljátszani a hülyét, és befogni a szájukat arra hivatkozva, hogy itt államtitok van, és hogy nemzetbiztonsági érdekek vannak. Igen, de van itt egy probléma, hogy miközben ön nagyon karakteres véleményeket fogalmaz meg, a közben el kell, hogy maradjon az érvelés, hiszen az, amivel alá tudná támasztani a nagyon karakteres véleményét, az államtitok. Ebben ennek igaza van, csak nekem egyszerűbb a helyzetem. Mert én azt tudom állítani, az ügy rendkívül sok részletét ismerve, hogy a fő probléma az, hogy egyetlen, de egyetlen megveszekedett bizonyíték nincsen Szilvási ellen. Tehát nem abban a helyzetben vagyunk, hogy mérlegelnünk kellene a bizonyítékokat, azoknak az erejét, hogy azok zárt rendszert alkotnak-e. Lényegében ugyanaz a helyzet, mint volt a Sukoró perben, ahol én mindig azt mondtam, hogy ez abszurd, hát ilyen nincsen. Hát ez egy 20. századi cseh dráma, vagy inkább komédia. Szilvási esete ugyanez, annyival megspékelve, hogy őt azzal, hogy egy államtitok körbe vont ügybe fenyegették meg, most meg ítélték el, mi csak nem is beszélhet, nem is védheti magát. Az a kérdés, hogy várhatunk-e bármifajta plusz információt attól, hogy most a kormánypárti képviselők ki akarják nyitni ezt az ügyet, és a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását kezdeményezik, mert ugye ebben az ügyben már azonnal az embernek arra jár az agya, hogy biztos akkor valami fajta politikai szándék lehet. Ha viszont van politikai szándék a kormány oldalról kinyitni ezt az ügyet, akkor az nyilvánvalóan azt feltételezi, hogy ez valamilyen szempontból őket igazolja, vagy az ellenzéknek kellemetlen információknak a nyilvánosságra hozatalát jelentheti. Szóval az ember elkezd ilyen smin kombinálódni. Nem akarok ilyen politikai kommunikációs csatáknak a részletébe belemenni, de csak hogy világos legyen. A Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását azt a DK kezdeményezte ki. Igen, ráadásul. Mi kezdeményeztük? Csak hogy a mi ellenzékünk időnként olyan bárgyú és gyatra, hogy az olyan hihetetlen. Molnár Csaba, a DK alelnöke, telefonon beszélt is a bejelentés előtt Molnár Zsolttal, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökével, hogy a sajtóból tudja meg, hogy itt muszáj ezt a dologra ránézni. És ezzel párhuzamosan meg egyébként egy-egy nyilatkozatban a bajnai R14-i, a Mesterháziék is tettek Szilvási melletti kiállást, hát mi meg elkezdtük a lehető legnagyobb erővel mondani, amit tudunk. Én azt gondolom, hogy a Fidesz azt érzékelve, hogy ebben nagyon aktívak vagyunk, és offenzívek, hogy tetszik, támadó jellegnek, teszi azt, amit ilyenkor egyébként kommunikáció szempontból neki tennie kell, ráemel. De hogy beszoruljon védekezésbe. Mit fognak megtudni? Hát ez a kérdés. Szerintem legfeljebb az alapügyről tudhatnak meg egy pár részletet, ami nem baj, hogyha megtudják, mert egy banális, buta, ügyetlen történet. Még abban sem, hogy biztos, hogy az alapügy az jogszabálysért, amivel a galambost vádolták. Azon lehet morfondírozni, hogy ez egy munkahelyi tévedés, hiba vagy jogsérelem.
De ha arra vonatkozóan, hogy a bizottság semmit nem fog megtudni, hogy a Szilvási azon túlmenően, hogy igen távolról tudott, hogy a magyar meg egy másik szolgálat együtt működik, mint ahogy én azt mondtam annak idején a Nándorfehérvári teremben, hogy mindenki tegye a dolgát, ebből próbálták bűncselekményt csinálni, ebben biztos vagyok, hogy nem tud meg a bizottság semmit, mert hogy nincs. Arról pedig hát rohadt nehéz lesz majd információkat adni. Izgalmas napok elé nézünk. Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét hallották. Viszont hallásra.